Ha már így szóba hozta Fényét Péter, Reimholz Péter, nagyon híres magyar építésző van szó, aki sajnos már egy ideje nincs velünk. Készülve az interjúra, az egyik volt tanítványával beszélve, megosztotta velem ez a kollégám azt a képet, hogy tudod, Andor, van egy kép, hogy Zsófia összebújva valakivel meghitten korrigál, a Reimholz pedig áll a háta mögött és ropival dobálja őket. Én nem ismerem ezt a képet. Nem, ez akkor azért szerint akkor ő nem vett észre. Van egy ilyen kép, hogy van egy ilyen emléke a... Nem ismerem. Amikor már végül is bekerültem, nem jut eszembe ennek, annyira jó volt az a rektor, milyen István, majd eszembe jut. Amikor már bekerültem, akkor egy darabig más helyen, a mesterképzőre kerültünk a Turányival, és egy brainstormingot, meg a térkísérleti labort csináltuk. Igen. És aztán később kerültünk össze a Péterrel, és a harmadikosokat tanítottuk hosszú évekig együtt, és nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó volt. Egy hosszabb kommentel vezetem be a kérdésemet. Most az elmúlt pár évben, kb. 10-15 éve lett nyilvánvaló a kutatóknak, a kutatások során, hogyha kivesszük Lili Reichnak az életművét Mies van der Rohe-tól, akkor Mies van der Rohe nem készíti el a híres bútorait. Ha leválasztjuk Le Corbusierről Charlotte Perriont, akkor Le Corbusiernek nem lesznek a híres székei. Ez egy olyan 15 éve tudjuk, hogy mennyire elementárisan fontos szerepet töltöttek be. Alvaro Aaltóról nem is beszélve, hogy mennyire elementárisan fontos szerepet játszottak a társaik, partnernőik, szerelmeik, feleségeik ezeknek a nagymestereknek az életében. Az önök esetében mennyire elválasztható egymástól Reimholz Péter és Csomai Zsófia? Hát ez egy elég nehéz kérdés. Hát egyrészt nem dolgoztunk sose egy helyen, mert amikor diplomáztunk, ő iparterbe ment, én köztibe. Tehát eleve viszont mindig egymás mellett volt a rajzasztalunk, mind a két lakásba, úgyhogy egymásra ráláttunk, és miután a munkánk de nagy részét otthon csináltuk, még amikor tervezőirodában dolgoztunk akkor is. Tehát a rajzasztal, mint téma, nem volt kérdés, hogy a lakásnak egy fontos pontja. Amikor a nyaralót megépítettük, a rajzasztalnak ott legelőször helye. Uh-huh. Tehát mindig egy biológiai bugyorba voltunk. Mesteriskolán együtt jártunk mesteriskolára, elég kalandos volt az én felvételim, mert akkor voltam terhes a középső gyerekemmel, és az egy külön történet. Lényeg az, hogy a mesteriskolán ott egy nagyon erős szellemi élet volt, és akkor annak a szellemi életnek egy része a mi lakásunkba is költözött, a Szilveszter Ádámmal ők nagyon jobban voltak, tehát nagyon sokat beszélgettünk, nem csak beszélgettünk, hanem itt elméletek születtek, és hittünk az elméletekbe, de én ezekben, lévén, hogy akkor a gyerekeim picik voltak, csak nagyon kicsit voltam aktív résztvevő, de észleltem, vagy érzékeltem, meg hát amikor jelen voltam, akkor nyilván közben is ugattam, de ez azért őrült furcsa, mert már amikor suliba jártunk, ugye a Péter negyedikben jött át hozzánk, mert ő ipari formás volt, Akkor is volt valami nem azt mondom, hogy nem versenyeztünk soha, hogy tudtam volna én versenyezni három kisgyerekkel, amikor otthon töltöttem az életem nagy részét, és csak este rajzoltam, de a Péter engem mindig egy magával egyenrangú másik lénynek tekintett. Tehát soha nem volt az, hogy ő bármi módon érzékeltette volna velem, hogy én esetleg kevesebb vagyok nála, sőt, ő igazából nagyon becsült engem, és nagyon, nagyon szerette, amiket csinálok, de úgy, hogy szakmailag hatással legyünk egymással, annyiban voltunk szakmailag hatással, hogy mindent láttunk, amit csináltunk. És nagyon egyformán járt az agyunk, és nagyon egyforma volt az ízlésünk részletekbe is, de mi ebből nem beszélgettünk, hogy most te ilyen vagy, te olyan vagy, de mindent ismertünk, amit a másik csinált, és én igazából, és szerintem a Péter is abszolút a magaménak érzem, hát például a Domus áruházat én ugyanúgy a magaménak érzem, mint a Lázár Torni, mert én jelen voltam, amikor született, és beledubáltam. Uh-huh. Tehát nem volt,
nem éreztem külön lénynek, annak ellenére, hogy a Péternek hihetetlen mennyiségű óriási munkái voltak, és nekem pedig soha nem voltak ilyen típusú munkáim. Fura, keveset pályáztunk együtt, mesteriskolán meg, mind a két mesteriskolás pályázatot megnyertük. Pályáztunk Szombathelyre, Sárvárra, majdnem mindig nyertünk is, nagyon szerettünk együtt pályázni. Gyakorlatilag a diplomatervüket is önök, egy diplomaterv pályázat, a diplomatervet megelőzően is közösen pályáztak a egy nemzetközi pályázaton, a Timpanon alatt kaptak egy kis helyiséget az értelemtől. Így van, akkor sülve-főve együtt volt a gyakorlatilag. Azt hárman igen. Csináltuk, az egy ügyes pályázat volt, amit egyetemistáknak írtak ki, és kicsi lakótelepeket kellett csinálni, és a Péter csinálta a vár alatt a lakótelepet, a Villőt csinálta, a Detrevillőt. Csinálta a Salgótarjáni Pécskő cigánydomnak az újraépítését, én pedig a Zsámbéki templom alatt egy ilyen vidéki lakótelepet. A Péternek a Jurcsik Károly volt a korrektor, a Villőnek a János, és az enyém pedig a Srok. Hát elég gyönyörű kis névsor. És közösen megkaptuk a kis szobát, a kis szervezetnek a szobáját a timpanon alatt, és tényleg ott éltünk három hónapig. Hát hármunknak kettő ágyú volt, úgyhogy nagyon humoros volt az egész, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó emlék. Igen. Nem akartam megakasztani a történetet, ugye ott vagyunk, hogy nagyon szoros ez a szimbiózis Reimóz Péterrel. De az a szimbiózis, ami akkor kialakult, ez a halála pillanatáig megvolt. Annak ellenére, hogy nem mindenben értettünk egyet, de amiben nem értettünk egyet, azok inkább ilyen napi ügyintézési, meg ilyen gyerekekkel kapcsolatos, meg főleg spórolunk, nem spórolunk, tehát ilyen, ilyen abszolút hétköznapi ügyek. Ami a szakmánkkal kapcsolatos elvi dolgok, abban nagyon-nagyon egy huron pendültünk.